virtuális programokkal várta olvasóit, látogatóit a Dombovári Földi István Könyvtár az Országos Könyvtári Napok alkalmából. Idén az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat két jelentős évfordulót is ünnepel. 30 éves az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve 15. alkalommal kerül megrendezésre ez a rendezvénysorozat. Könyvtárunk a kezdetektől minden évben csatlakozik ehhez a programhoz. Ez körülbelül teljesen egy hetet ölel föl. Idén október 5-től 11-ig tart. Ilyenkor a könyvtárak szolgáltatásait, lehetőségeit mutatják be az intézmények, az emberek tanulási lehetőségeit, tájékozódási lehetőségeit, kulturált, szabadidős és közösségi tevékenységeit, szolgáló tevékenységeket. Kiemelt nap minden évben a könyves vasárnap, amikor lehetőség van ingyenes beiratkozásra. Ezt most mi szombatra is áttettük, tehát megnyújtottuk ezt a napot, előrehoztuk, és különböző családi programok lesznek, mint például két alkalommal kerekítő foglalkozás. Elengedjük a késedelmi díjakat is, ugye nagyon sokan elmaradtak ebben az időszakban márciustól, ezek az olvasók most visszatérnek hozzánk. Megtettük mi is az óvintézkedéseket, a bejáratnál ugye fertőtlenítés, lázmérés zajlik, a könyveket háromnapos karanténba helyezzük, és hát asztaloknál egy szék van jelenleg, tehát úgy használhatják az olvasók a könyvtárat. A bibliotéka törekszik arra, hogy a legújabb kiadású könyveket olvasóiknak elérhetővé tegye. Ezek iránt ugyanis mindig nagy az érdeklődés. Az újdonságokat minden évben, tehát arra nagyon ügyelünk, hogy az újdonságok minél előbb az olvasó kezébe kerülhessenek. Állománygyarapításra fordított összeg az minden évben megfelelőnek mondható, tehát az önkormányzat által biztosítva van, hogy a legtöbb könyvpiacon megjelent könyvet beszerezhessük. Karantén időszakban megkezdtük az alaksori raktárban a rendrakást, a különböző olyan könyvtári tevékenységet, amiket az olvasók nem látnak, mint például a selejtezés, illetve megkezdődött egy új meseterem kialakítása a legkisebbeknek, a Babamama klubnak, illetve a Mondókás Mókának a résztvevőinek. Ezt alakítjuk ki, reméljük, hogy november közepére elkészül. Az országos könyvtári napokon országosan mintegy 4000 program várta az érdeklődőket, több mint 1200 településen, október 5-e és 11-e között.